szám szerint a másodikat itt a, az IM Oakland PUBG invitational -nél. És hát idén, idén, mai napon is hárman leszünk kommentátorok. Itt lesz TBR, Káspár vagy The Birded Beer, Beer, illetve jó magam, Iovin. Sziasztok, srácok! Hello! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! No! Itt van akkor ismét a banda, és hát azt hiszem, hogy elérkeztünk talán az egész PUBG invitation nek a legizgalmasabb mérkőzéséhez. Mondom mindezt azért, hiszen egy nap már lement, a csapatok valószínűleg visszanézték a vodokat és látták ki, hogyan, merre, meddig mozog. És ezt kielemezve arra leszünk igazán kíváncsiak majd, hogy a mai napon miként tudnak ugye alkalmazkodni egymáshoz. Itt a külföldi kollégák, illetve a tegnapi nap folyamán mi is több példát kiemeltünk, ugye az északnyugati terület George Bor felett az valahogy mindig a TSME, illetve az EG az folyamatosan elviszi a Military Islandet. És ha minden igaz, akkor már el is kezdtük rögtön az első mérkőzés, nem cécoztak sokat a srácok. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy elkezdjük, hogy hang is lesz majd hamarosan. Ugye a kommentátor hangot direkt nem halljátok, nem véletlen, és reméljük, hogy az ESL megáld minket játékhangukkal is hamarosan. Így és közben láthatjuk, hogy hogyan indulnak a csapatok. Egy kicsit változtattak úgy látom a tegnapi naphoz képest, most egyszerre látjuk a pályát így felülről, meg a térképet is, ami kezetten jó. Egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy az EG lesz ismételten az egyetlen, akik a Military Islandre mennek. Várjám, ott van a GG is, hogyha jól látom. Igen, a GG mozogott a Novorajnyai fele. Lehet megtörik a, az egyedülralma. Igen, a GG, és EG valószínűleg a military base fogja betámadni. Minden bizonyal látták egymást ugye a levegőben, szóval sejtik, hogy ezúttal már nem lesz annyira békés ez a sziget. De hát a TSM az úgy látszik, hogy továbbra sem szakít a megszokottal, és ugyanúgy George-ból északnyugati, illetve északi felét fogja majd betámadni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon vagy a NIP az ismét elmegye a suliba, illetve a környező lakótelepre, vagy esetleg ott is valaki szeretne majd belerondítani a helyzetbe. Igen, egyelőre a TSM játékosokat láthatjuk, hogy éppen lootolnak. Ők viszonylag nyugodtan lehetnek, mert csak ők jöttek erre a északi részre, úgyhogy rengeteg házat és rengeteg lootot tudnak most átnézni és megszerezni. És Láthatjuk nem... közben a kört, végre egy északi kör. Ez a TSM-nek ugye nagyon kedvez, és nem véletlenül mutatták egyébként én PR-t, hiszen a szünetben, ugye Brandon Green, vagyis Player Unknown, akiről ugye ezt az egész játékot elneveztek, illetve aki a szülő atya, ő is elmondta, hogy neki is van egy kedvenc játékosa, és ez, ez a bizonyos TSM AMPR, AMPR ugye még az Arma 2, illetve Arma 3-as korszakokhoz, korszakokból, amikhez egyébként szintén volt köze az előbb említett úriembernek, és Brandon Greennek. Tehát nem véletlen, hogy őt mutatták. Hát nekik most egy elég szerencsés körük lesz, úgy érzem. Bőven lesz idejük lootolni, átnézni az összes házat, illetve akár ugye helyzeti előnyt, illetve jó kemp keresni. Igen, most uh, elég sok csapat maradt a körön kívül. Tegnap folyamatosan nyugati, uh, keleti uh, köröket láthatunk. És uh, az elején nem volt nagy migráció. Lement uh, körülbelül 15 kill az első két körben, utána minden csapat egy helyen ragadt, és kizárólag standoffokat láthatunk Körülbelül a negyedik körig. Most érdekes lesz, mivel rengetegen vannak kint, és rengeteg embernek kell megmozdulnia. Ami a legfontosabb, hogy a szigetről ketten is fognak indulni. Kérdés, hogy most a hidat le fogják -e ezért tartani a többiek, akik a, a main islanden vannak. Hát ez a hit ez, ez, érdekes, mert ugye láthatjuk is a térképen, hogy a hídfő környékkel sincsen benne a körben. Igen, viszont a, hat a TSM taktikájával indulunk ki a tegnapi napon, akik uh, körön kívül voltak uh, legalább két percen keresztül. Szinte a, még a következő kör nem elindult. Addig simán uh, megvárhatja ott uh, a Cloud9 ha jól láttam, a Cloud9 helyezkedett el Miltánál, és a jobb oldali hidat mert teljesen is foghatják. Érdekes egyébként, ami számomra talán a legmeglepőbb volt eddig így a, hát ha nevezhetjük a profi metának, hogy én azt gondoltam, hogy itt a profi környékén azért egy kicsit talán kevésbé lesz jellemző ez a nevezett lusta játékstílus, mi szerint Mindent az utolsó pillanatra halogatunk, és amikor már megindult a kör, na akkor pattan mindenki, ugye járgányba és indulnak meg a kör mm -hmm. közepe fele, vagy legalábbis a széléig. Legalábbis a tegnapi napon ugye ezt tapasztalhattuk leginkább. Tehát tényleg mindenki nem... egyszerre indult meg, és kíváncsi leszek, hogy ez már változik-e. Tehát éppen a Cloudnál megcáfolt rögtön a mondatodat, mert ők már el is indultak járművel a kör irányában. Ezt úgy hívják, hogy kommentátori átok, majd hozzászoksz te is. <tosz> Igen, ez sem is ilyen. Látodik, hogy a Zampa átugrik az ablakon. Érdekes lesz egyébként látni, hogy a TSM most először ugye benne van a körben, hogy ez hogyan befolyásolja a játékokat. Igen, hatalmas Lát... köröket jártak le az előző napon, mert soha nem egy irányba mozdultak be a körbe, folyamatosan tüpegették a körnek a szélét, és teljesen a másik irányból fordultak be. Igen, és ezért tartom érdekesnek a kérdést, hogy mennyire fognak ők mozogni most. Azért eléggé jó pozícióban vannak a körön belül, megpróbálhatnak kempelni, és ott a házak között bőven, főleg, hogy emeltes házak is vannak. De előbb-utóbb mozdulniuk kell majd, és mennyire szeretnek majd, vagy szeretnének most majd kerülni. Ön a helyszínen említették, hogy tegnap elég zavaró tényező volt a vége felé, hogy sokan a házakba ragadtak és nem bírtak kimozdulni, és így veszítették el a játékot, hogy mennyire merik most a házakat megfogni, és nem maradnak kint a terepen. Igen, a Niposz biztos tanult tegnapiból, amikor Rex ja. <laughs> az 1v2 helyzetben beragadt oda is, csak a körön kívülre menet kijönni a házból. És akkor no. látjuk, a GG megindult a hídon. Ilyet sem nagyon láttunk egyébként tegnap. Reggel is, nem gyakran volt rá példa. De úgy tűnik, hogy az első elhalálozás a Niptől pont, ha már őket említettük, Borg szerencsétlen hát elhalálozott, illetve most a Cloud9 játékosait próbálja sorozni a Tempo storm Meluk. Több-kevesebb sikerrel. Ha jól látom, azért van egy négyes szkópja. És hát a magit is megsorozzák. De igazából túl sok sebzés nem tud bevinni az LG játékosainak. Ők viszont még komoly problémában lehet esetnek, vagy lehetnek, hiszen itt van a Cloud9 is, tehát itt két tűz közé kerültek leginkább. Ezt azért már jobban megérezték itt a Tempo Storm de hát uh, azzal az és uh, Uzi-val nem biztos, hogy újságosan szire fogsz majd az Uzi a legrosszabb SMG közé tartozik. Early game legelején hasznos, hogyha szembe találkozol valakivel. Amúgy a range -e és a damage -e és a szúrás -e is kifejezetten rossz. Nem, nem, Cs. nem ajánlat. Maximum ilyen kisebb házak kitakarítására alkalmas, hogyha bemész, átkapcsolod szépen autóra, aztán, hogyha valakit meglátsz, ráfekszel a balgomra és imádkozol, hogy neki ne legyen jobb fegyveren állad, mert akkor <coughs> valószínűleg lőttek az egésznek. Igen, és most láthatjuk is, egyébként a változást az előbb egy pillanatra a térképen feltűnt, hogy most sokkal hamarabb elindultak a csapatok a körbe uh -huh. És sokkal több gócpont kialakult már most Hogy lehetséges, hogy amint beér ez a kék kör, nagyobb harcok megindulhatnak Egyébként úgy házal. gondolom, hogy hogy ezzel a kvázi újjáték stílussal igazából mindenki csak nyer Nézd, ennek a játékosok már sokkal kiszámíthatóbb rizikókat kell vállalniuk sem, mint amikor már ugye kisebb a kör jóval, vannak mondjuk még 60-an életben, és akkor így 3-4 csapaton keresztül kell átrongyolni. Jobb az Observernek is, mert jobban szétoszlik a szakció, és lehet, hogy akár még követni is tudják. És nyilván jobb a nézőnek is, mert nem azon, hogy 15 percig csak állunk és nézünk ki a bokrokból, vagy a házakból, hanem effektíve történik is valami. És például a Tempo még a nippel nincs farkas szemet. Sokkal erőszakosabb játékot játszanak, mint tegnap, nem félnek attól, hogy egy-egy lövés felfedi a pozíciókat, hanem bármi, ami mozdul, tüzelnek. Igen. Sokkal aktívabban keresik egymást a játékosok, nem feltétlenül csak beülnek vagy begugolnak egy szobába és várják, hogy teljen az idő, meg múljon az esztendő, hanem sokkal aktívabban ugye nézik egymást, próbálják azért a jobb helyzeteket megtalálni. És valószínűleg, amit te is mondtál, Gáspár, hogy tanultak a tegnapból, nem úgy, mint a Liquid játékosai, akik ketten vannak egy UAS-ban. Szerencséjükre egy SMG-vel, vagy UMP-vel nem igazán fog az RM játékosa túl nagy sebzést ebben a távban már okozni, főleg egy Red Dottal. Illetve még van rajta egy kompenzátor is, ha jól láttam, az én csökkent a sebzést, ha emlékezetem nem csal, már nem túl sokkal. Tehát, hogy nem biztos, hogy az utolsó pillanatra akarnak hagyni mindent. Igen, és ha jól látom, egyik csapat sem kifejezetten házfoglalásra helyezkedik, hanem mindenkit próbál terepen maradni, és nem négy fal között. Ez egy, ez egy titkos üzenet gyerekek, azt jelenti, hogy mozduljatok ki, és ne üljetek mind a négy fal között. <laughs> Figyelünk az egészségetekre. Van. Hussatok sokat, mint a PUBG-ben. Egyébként kéne egy ilyen, nem tudom, egy ilyen challenge, hogy amennyit, mit tudom én, egy kör alatt lefutottál, utána felállsz egy futópadra, és annyit le kell fut hogy átér ezt a karaktered szenvedéseit. Igen, igen, de kifejezetten nem ajánlom az egy doboz ö, fájdalomcsillapító és az energiaital keverését a gyorsabb sebességben. <síns> Ez jó volt. Igen, azt lehet, hogy el kell hagyni. Ez, az nem túl jó az egészségetek igyetek nekünk. Egyébként én gondolkoztam ilyenem, hogy Vajon fognak-e valaha túladagolás betenni a játékban, azért egész doboz fájdalom csillapotiltól, hát eleve csodálkozom, hogy még egyetlen talpon tudnak maradni az emberek, mert az olyan szinten benyugtatva, hogy kb. azt tudod, hogy merre van az előre. És hát mint rendezvényre járó ember és ex, illetve éppen aktuális kommentátor tapasztaltam a annak a hatása, hogy mi van akkor, amikor két vagy akár három fél literes energiai szól meg egy nap, nem kellemes. Utána a szívem szegény nem tudta, hogy melyik világon van és hogy egyáltalán mi a normális pulzus szám, másnap meg éreztem magam, hogy a kivert kutya. Úgyhogy, ja, ne adagoljátok túl, srácok, nem lesz jó. Egyébként annak ellenére, ez kicsit ilyen ellentmondásos, ahogy kiemeltük, hogy jó, agresszívabban játszanak a játékosok, és sokkal kiszámíthatóbb eddig a játék, szerintem tegnapi napon nem volt még ennyire lassú indulás. Ugye az a 60-as szám nagyjából az mindig stagnált a harmadik, negyedik körre, de az első pár percben szerintem a legtöbb esetben több gyilkosság volt. Nem nagyon volt ilyen, hogy 78-on álltunk volna több percen keresztül. Igen, viszont tegnap ö, a négy meccsből, ha jól emlékszem, három a teljesen a map szélére tolódott ki. Ergo, a körnek a fele ö, az vízben volt. Ezt fel annyi helyük volt az első körben a játékosoknak, jobban összetemérültek, és így erősebb fightok -ok alakultak ki. Nézzük közben az árán és a ICA csapatát. A járgánynak már lőttek, a fa az viszont szerencsére nem robbanékony nem lehet ilyesmit művelni. Égyszerre kóp erre a tábra, mert pont elég kéne legyen. Viszont domborzatból is a környezetből adódóan elég nehéz az árnyékok és a lom miatt uh -huh. látni. Közben Krakennek ugye egy M16-ja van, azért az egy egy fél fokkal jobb távolra, mint az M4. Ja, van full autója, de ellenben a távolsági harcokban egy fiatal kevésbé hatékony. Szépen sorozzák közben a GG-től profit. A járgánynak löttek, profi pedig fél hp van. A halott autót viszont már bőven lehet használni fedezékként, csak szerencsétlenségére az meg gurul le a hegyen. Neki meg rohannia kell utána. Még benne ül? Nem, rohan nem, utána. Ha... Elére a fához, ez a kérdés. Válasz pedig igen, de mögötte is vannak a játékosok. Talán. Most az LG, valószínűleg a hegy másik oldalán van. Egyelőre még attól nem kell tartania, de... És egy szép kis keresztűzbe találja magát, profi. Érdekes, hogy egyébként érdekes, hogy a GG már itt van, ugye ők a szigeten kezdtek, a kis szigeten. Ők már itt vannak shooting range -nél. De egyébként ez sok más csapatra is jellemző most ebben a játékban, hogy sokkal nagyobb vándorlások vannak, már így az első kör előtt is. Amikor megindultak, sokkal több helyet átnéztek. Tehát, hogy több, most több csapatnak is rosszabb volt a szerencséje a lootolással kapcsolatban, vagy csak szimplán most ez lesz a, ez lesz a meta, hogy sokkal nagyobb vándorlások lesznek, sokkal jobban megpróbálnak helyzeteket keresni, ahol előnyt tudnak szerezni. Én todd ilyen örülnék, amúgy. Na, figyelek. Ha, mondjuk minden meccsen fixen legalább 3-4, de inkább 5 csapat úgy dönten, hogy akkor let's go Shelter. <laughs> És akkor ilyen versenyfutás a fegyverekért. <laughs> Az nézés szemmel is elég vicces lenne. Szólóban pár szó bejátszottuk már, néha több, máskor kevesebb szerencsével. Ö, igen, sőt volt olyan is, amikor Igazából így padhelyzet alakult ki, mert mondjuk találtunk fegyvert, én felszedtem a sötét, az enemi meg a, a muníciót hozzá, és akkor így álltunk, hogy na most akkor mi lesz. Szóval vannak itt Igen. érdekes helyzetek. Nekem az új kedvencem az, amikor beszállt a járművetbe az ellenfél. <gül> <gül> <What>? <gül> most, most egy hét alatt már szontom, hogy két-háromszor is megtörtént velem. Ez a, ö, jö, mennénk ugyanarra a járműre, én beülök a sofőr helyre. Uh -huh. Ő meg beül mögém. <laughs> és akkor mit furikázunk, furikázunk. <laughs> ja, hogy ez ilyen megbeszélt? Nem, nem, nem. nem. Hát megyünk. Vegyünk <laughs> Megy, is, amíg meg nem unja. Ez kellemes. ez az üzemanyag. Előbb a cloud láthattuk, hogy fent vannak a dom tetőn, nagyon nézik a dom túloldalát, viszont maguk mögé nem tekintettek, ahol két másik csapatát. Tehát az MF meg is érkezett. Tony V eléggé rossz helyzetben van. Ezen Monkey próbálja letartani azt az egy fát. Őre sikerül is neki. erre pont van ott egy lombkorona, ami miatt a píkeket nem igazán látja annyira jól. Szolid FPS úgy hogy knockout olva lett. És fel tudják-e szedni. Még nagyon jól tartják egyelőre azt a sniper tornyot szépen osztja a lövéseket Anna rounds Pedig egy után használja a first aid -jét. Kérdés, hogy mennyi lehet még a tarsolyában. jó lenne betekintést nyerni a játékosok inventoriába ilyenkor. Mivel a három ikonon kívül nincs más információnk uh -huh. a felszerelésükről. Még nem lenne hülyeség mondjuk a fegyver mellett arra alul bőven elférne még ennek, hogy in state Bandit, etc. stb. és mondjuk egy szorzó x1, x2, és akkor nagyjából tudod, hogy milyen gyógyulási készségekkel rendelkeznek a játékosok. Nyilván minden egyes tárgyat nem lehet megjeleníteni, de van, hogy már csak nézői szempont is eléggé fontos információ lesz, hiszen már ez is befolyásolja azt, hogy milyen trédeket vállalnak a játékosok. És közben a metód úgy látszik, hogy a tegnapi ISM taktikát próbálja kicsit másolni, és a későn érkezünk, majd egyszer csak a körön kívülről taktikát próbálja alkalmazni. adjuk, hogy Andy Pyro szépen fel van van majdnem a magasságos egekig, és ezt kihasználva nyilván csökkentett sebzés mellett tudnak körön kívül tartózkodni. most valószínűleg szép lassan beérkezve szeretnék majd felmérni a terepet, ott, hogy milyen harcok folynak. E Hát nem tudom, a tegnapi naphoz képest szerintem ez annyira nem kifizető, de mert ugye ahogy említettük, sokkal kevesebb játékos halt meg most, sokkal hosszabb idő alatt, mint a tegnapi. Már beért a második kör, ha jól látom. Igen, és itt most láthatjuk is, hogy hogyan alakul a dolog. Uh, a kevés csapat szorul ki egyébként. TSM továbbra is tartja George-bolt, nem tágítanak onnan. Igen, nekik most nagyon jó helyzetük van, úgy tűnik, hogy ők minél kevesebb mozgással akarják megoldani. Jó kérdés, hogy ott van előttük az a lúz, a liquid is éppen arra felé tart. Azzal próbálkoznak-e majd. A developer életem mákját közben húzta motoron. Tápéval. Nem, megkaptak meg utat. Meg bizony, ráadásul egy headshot de az emberek száma nagyon-nagyon nehézkesen fogyatkozik. Na ebben a pillanatban, Ó, felrobbant az Hát a developer, hát igen, veszélyesek ezek a járgányok, és eléggé robbanékonyak, ha megsorozzák őket. Vigyázni kell. Ja, ha minden igaz, ez már a harmadik körünk lesz, tehát itt már nem biztos, hogy annyira ö, kellenek a járgányok. De közben Pentától Jimzet Knockout-olja Monkey talán? Nem, Shadow. Shadowik volt a AAA játékosa. Elég messziről, ahogy néztem. Nem nincsenek túl a csapat tagjai. A is akad most be a Wind and játékosával, Trifelivel. Farkas szemet néznek, és Trifeli kidugja a hátát, és ez bizony egy knockout. Csapat társai. nem biztos, hogy a majd férkőznek eléggé nyílt terepen van, mindössze egy fatakarja, el, de láig elmászni. Valószínűleg nem fogják vállalni ezt a kázatot. Igen, ez is szinte új terepnek minősül az elmúlt naphoz képest. Állatt a nagy része mezőkön és kisebb domboldalkon folyt le. Viszont teljes erdőket is egy oldalkat kaptak most a játékosok. Ergó sokkal több búvóhely. Ha csak egy fával is számolunk, akkor is búvóhelynek minősül. Illetve ha már beszéltünk a hud a gránátok mellett is szerintem bőven elférne egy szorzó, legalább spectate Igen, igen. Mert azért az is fontos, főleg a late amikor ugye már kisebb körökről beszélünk, és ez is volt ilyen helyzet, mondjuk, ugye a cloud egy egész uh, kellemes szituációban találta magát egy kis völgyben, aztán uh, nem tudom már melyik csapat 15 gránátot hajított feléjük, ami azért nem kevés. A közben itt láthatjuk Csepi két embert is knockoutolt ilyen messziről. Szép. Nézednek valószínűleg mellett, nem Ez fog... Nézzük Brandon Green kedvenc játékosa Aim PR tud alkotni. Semmit. A monkey rongyolt el az úton. Penta. Oh, itt egy szép! Egy double knockout az egyiket gránáttal szerezte, a másikat pedig egy headshot de végül mind a két gyilkosság megvan. Volt ott más jelentkező is a közel, nem tudom, hogy a csapattársa volt. A minimapot nézve valószínűleg igen. De nem kell tartani, de ez egy nagyon szép megoldás volt a gránáttal. Inkább a fézi játékosai van vanultak egy kisebb völgybe is. Jól látom, fel is revive őket a knockoutból. menek és Shedbe. JP2 pedig, hát uh, kettes scope-nak a gyönyörű képességét próbálja kihasználni. Nem feltétlenül a legoptimálisabb, főleg egy mini esetében, amivel azért itt range-ben bőven lehet lövöldözni. Csepi közben az Alliance-et sorozza meg, ők viszont elég sokan vannak, csapattársak érkeznek-e felmenteni őt, ez a kérdés. A sziklát még tudják használni. Fedezékként, de látszik, hogy Csepi kicsit túl sokat vállalt. Őt a teljes Cloud nine én is, nem csak cepít, hanem másokat is állít a csapatból. Közben Manki is megszerzi maga a fragjét. Azért most már látható, hogy jobban fogynak a játékosok, mint tegnap. Uh -huh. És megkaptuk a végére a klasszikus mezőt. A ha legjobb. Ez szép lesz, most mindenkinek le kell jönni a hegyekről, több csapat is már bent van a körben. Viszont szinte ez is egy új helyzet lesz a tegnaphoz képest, hogy egy oldal valószínűleg még a következő körben is bent lesz. Hogy itt élni fog az a taktika, hogy ö, vagy hátrafele fognak fordulni a játékosok, hogy a hátukat védjék, vagy már figyelik, hogy hogyan mozognak a többiek a mezőn. nagyobb hátrány fog élvezni valószínűleg az, hogy hány játékos maradt a csapatból, hogy mennyi hány irányba tudnak figyelni. Tényleg egyelőre úgy néz ki, hogy nem igazán szeretne tágítani George Ball ból ők most inkább megvárnák a sok pillanatot, még 40 másodpercig a kör indulásáig. Igazából nem is kell nekik nagyon mozg. Hallják azért ők is a fegyveropogást. Szeg arra játszanak, hogy többi csapat majd szépen kiirtja egymást addig. Legalábbis annál kevesebb emberrel kell foglalkozni. Mindenközben a Tempo Storm játékos a Valiét dobta fel a talpát szépen. És már csak 48-an maradtak, sőt, mi több liquid hogy Haze is meghalt. Ők is megfogyatkoztak egyel. Kéne egyébként, esküszöm egy ilyen, hogy kéne kommentálni, hogy ezt tudjuk követni, hogy felírjuk szépen a a 20 csapatot, és nem is neveket, csak amikor látod, hogy valaki meghal, egy húzol egy streamulát, és akkor tudod, hogy ők már csak hárman vannak. De tényleg igen. egyébként ez, ez, ez kommentátori, nagyon, nagyon múlz, kommentátori szemmel kérlek. is annyira ö, új helyzet, tehát hogy nyilván TBR-t egy cségot szokták kommentálni, ilyen leginkább lolt. Tehát mind a két játékban azért 5-5 ember van, igen, 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 10. Az teljesen más. azt köszönöm. tudod de 80 ember az rengeteg, tényleg, rengeteg. Igen, esetleg streamhez hasonló overlay tudnék elképzelni, mint anno wow van a rédeknek. Egy ilyen hatalmas táblázatot, ami felfelbukkan a játék közben, és látjuk, hogy kapatokból hányan is hogyan élnek. Pár uh -huh. másodperceig. Írd meg Brandon Greennek, hát ha beleteszi a játékba a kedvedért. <gül> 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 Majd megmondod, hogy egy up and coming feltörekvő PUBG kommentátori stream vagyunk, és nagyon szeretnénk ezeket a fejlesztéseket, hogy javítsuk az adásunk minőségét. Igen, ezeket írjuk össze, ne felejtsük el holnap reggel, aztán majd átküldjük e-mailben. Igen, vagy ráírunk Facebook. Ja, igen. Felhívjuk telefonon. <laughs> <laughs> De hozzá a szomszédban. No? Vagy dobunk neki egy üzenetet Messengeren, lehet, hogy még használja ki. <laughs> hogy mi az MSN-en, na. Emesen. Emesen arra, arra gondoltam. -v -v -e biztos nem volt. Na nice <laughs> piece on <-en> felveszem ismerősnek. <gül> <gül> Na, oké, okay, azt hiszem ezt kiveséztük. Közben 43-an maradtak, a niptől Crunch is kiesett. Ezt Penta szerezte meg, a Pentától Simsi szerezte meg magának. Erre nagyon boldog emiatt. Gránáttal, egy jó kis serpenyővel és hát szerencsétlenségére úgy látom, hogy egy sotival ragadt, ez a late nem biztos, hogy annyira jó, főleg nyílt terepen. Persze a sebzés az nem rossz belőle, de... Szép volt. Én is de nem szó, 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 nézett én hátra. Nem ott nem nézett Meg hátra. Is. És ott volt, ott volt még egy játékos. Ez kellemet. Ennek azért szépen a játékosok, mert kevesebben mint 40-en vannak. Kérdés, hogy a TSM és a Nobel a szintkülönbség miatt el fog-e egymás mellett, vagy találkoznak-e a hegygerincen? Úgy látszik, hát, hogy, hát, hogy hát ez elkerülhetetlen. <síns> <síns> igen, bár egyébként -e ők régóta harcolnak egymásról, ugye ők voltak azok a két csapat, akik ott voltak Georgopolban, és euh, tudták egymásról, hogy ott vannak közelben. a közelben. Valószínűleg számítottak is rá, hogy annyira nem fogják euh, elengedni egymást még most sem. Én PR közben kidugja a fejét, és ugyanúgy ez break is. Előre a lövések nem igazán jönnek Noble-től. nem eléggé, és nokátolják is őt rögtön. Ez breaknek az érdeme. A füst viszont nagyon szép a Nobel, de még így is megtalálja break a következő lövést. Szóval jól láttam, egy szép knockout volt, vagy legalábbis elég sok hp szakított a Nobeltől. Hiába volt jó a füst ezúttal. És már csak 32-en maradtak. Hát közben az Evil Genius-től láttam, hogy Gnomi szépen meghalt a playzónon kívül. Az előbb-utóbb egyre valósabb beszéd lesz, ahogy haladunk a körökkel. Pentától Frost szeretne beljebb jutni, viszt azért knockout És így talán meg lesz majd neki is a körbeérkezés. Igen, szépen lassan beér az a kör. És rengeteg csapat van most a kék szélén, az új kék szélén. Nekik is menniük kell innen, de hát... Tex nagyon jó helyen van nagyon jó helyen van. a játékos van körülötte, akiket ki tud lőni fedezékből. Láthatjuk is, hogy most azért nem 60 vagyunk egy ekkora körre. Hála az, az égnek. Követhető blade Game várható most. Tegnapiaknál. Hát annál biztos. Hát az a negyedik meccs az, az, eszméletlen volt, ami ott történt. Igen, 65-en maradtak a negyedik körnél, vagy 60-a, nem is tudom, hát, de... úgy valahogy igen. Az Observe szerintem fogyott egy két kilót, amíg lement ez a mérkőzés. <gül> <gül> külön öröm volt, hogy minden játékos külön... ...járműben mozdult be, 60 ember saját járművel oda. Igen. A Mad Max feelingje volt az egész neked a végére. <laughs> igen, nagyon-nagyon nagyon kaotikus volt. De közben valami érdekességet láthatunk. Tony Vét közben knockout volt a liquid től Skoom -ok nagy mestere tegnapi nap alapján nagyon szeret sziklák mögé bújni és ott elpassziánszozgatni egymagában, közben rommá lövik a sziklát a feje fölött, ebben nagyon jó. És nagyon szépen megtalálja közben az MF következő játékosát, meg lesz a knockout, úgyis van, nem is knockout, hanem rögtön kill. Ez igen, az, jár, az utolsó hatás. játékos, így van, úgyhogy már nincsen knockout, hogyha te vagy az utolsó. Csak t Vertex QS kell zárni Liquid csapatára Wallman viszont elég jó helyen van egy fa pedig Lehet, hogy édes kevés lesz a Liquid most nagyon jó helyzetben vannak, ott vannak azért közelebb a körhöz És ahogy jönnek a játékosok, akkor nagyon szépen ki lehet őket szedni igen, XQS a XQS pedig, pedig körön kívül előző. maradt Tűnik nagyon szépen, gyorsan Top 10 be vagyunk már, sőt, most sem már top 5. Így van, most lenne jó tudni, hogy milyen csapatok vannak még. Hát a Tempo láthatjuk, hogy itt van Szemti, itt van még a Liquid is. Meg a e is. t e is ott volt még. Ez a hat játékos, ha jól e látom, három csapat maradt. Hát ezt... Ö, és a Tempo kellene nyernie, hogy az ember fölé náluk van. Van egy három, egy két, illetve egy fős csapat szegény Tibor, ő egyedül maradt, valószínűleg megpróbálja kivárni majd ezt a stand és reménykedik abban, hogy a három és két fős brigád előbb találnak egymásra, mint rá. Neki lőttek, de nincs szerencséje. Nem volt rá de szerencséje. és tudta is az infót. Még mielőtt kinézett volna, addig is arra tekingetett a fal mögül. viszont 3 a 2 ellen. Ez könnyen 2 a 2 ellen lehet, hogy a skumot ki tudják szedni a fal mögött. Szépen fedezékben. Közben Molment gránátot készít elő. Nézzük, Skum kiszedik közben melókot, így akár 2 v kettő is lehet. Hiába az ötös szám, de csak négy ember van talpon. Minden egy viszonylag nehéz helyzet lesz. Ugyanis a Liquid nincsen benne a körben, az hamarosan el fog indulni. És bizony a felé kell futni, hogyha be akarnak jutni. Szkú, de éri túl! Ez veszélyes lehet még. Ugye már csak egyetlen egy tempóztorm játékos van talpon. Két liquid játékos kell elintéznie. Egyáltalán nincs rálátása. Annyi mazlia van, hogy benne van a körben, de meghal. És a liquid megnyeri az első meccsét. Teljes verseny alatt eddig. Hát ez olyan szép volt a liquid azt kell, hogy mondjam.